Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban az izraeli Irán háborúról szeretnék néhány szót szólni, megmutatok egy-két videóbejátszást, híreket fel fogok olvasni ezzel kapcsolatban. Mielőtt nekivágnék ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Nehéz értelmezni mindazon eseményeket, amik körülöttünk zajlanak, azért, mert egyrészt túl sok van, túl nagy horderejűnek tűnik mindegyik, másrészt pedig nem tudjuk, hogy mi a végkifejlete egyik vagy másik eseménynek. Úgy, ahogyan a világjárvány idején azt gondolhatták sokan, hogy ez az idők vége, tessék, eljött, ezzel a járványal örökle az életet lezárják, ez nem így lett. Hasonlóképpen orosz-ukrán háborúval, meg egy csomó más eseményel, amiket láthatunk magunk körül. Az Irán-Izrael támadás esetében is véleményem szerint így van. Ez inkább úgy tűnik, mint hogy egy elem, egy hatalmas puzzle-ben, mint sem valamiféle ok, ami kirobbantja majd a világháborút. Persze lehet, hogy tévedek, és lehet, hogy így lesz, de talán jobban jár mindenki, hogyha nem az az egy eseményt keresi, ami elvezet minket a világháborúhoz, vagy a világ összeomlásához hanem inkább próbálja meg mindazon történéseket, amik zajlanak összességébe véve megfigyelni. Kezdjük a világgazdasággal. A világgazdaság azt írja, hogy nézne ki egy nyílt háború Irán és Izrael között. Izrael vadászgépekkel kezdeni a válaszcsapást az iráni drón és rakéta támadásokra. A szárazföldi hadműveletekre kerül sor, a libanoni Hezbollahi lehet a kulcs szerep. Izrael haderei jelentős technológiai fölényben van, viszont Irán hatalmas készletekkel rendelkezik, olcsó drónokból, amelyek leterhelhetik az izraeli légvédelmet. Mindezt természetesen a szombat éjjeli iráni drón és rakéta támadásra írja a HVG, próbálják kitalálni, hogy mi az, ami történhet, mi állhat a háttérben és mire számíthatunk. Szombat éjjel Irán támadást indított Izrael ellen. Ezek a felvételek Jeruzsálemben készültek. Irán több mint 200 drónt és több tucat rakétát lőtt ki, de ezeket az izraeli légvédelem az Egyesült Államok, Franciaország, Nagy-Britannia és Jordánia segítségével sikeresen elhárította. Tennék egy kis kitérőt és bemutatnám Albert Pyke-ot. Arkansas állam digitális örökség weboldala szerint ügyvéd, író, költő, szónok, újságíró és szerkesztő, konfederációs parancsnok, jogász szabadkőművesek prominens tagja volt. Nemzeti Főváros Tervező Bizottság weboldala az Egyesült Államok üzemeltetésében, ahol Aber Pike tábornokról a következőket olvashatjuk. Szabadköműves, katona, író, filozófus, a polgárháborúban konfederációs tábornok, magasrangú szabadkőműves tisztségviselő és a szabadkőműves rítus értelmezője. Ez a fénykép Albert pike ábrázolja a szabadkőművesség istennőjével. Hogy miért is van szó Albert Pike-ról, és miért beszélek róla ilyen hirtelen, az annál az egyszerű oknál fogva történik, mivel létezik egy levél, amely igaz vagy sem, Albert Pike három világháború leírását tartalmazza. És erről ír egyébként a news24.com weboldal is Albert Pike és a három világháború című cikkében. Véleményem szerint, ami történik, az ugyanaz, mint ami a világjárvány idején volt, vagy számos más ilyen nagyobb, kaotikus események kapcsolatban, amit átéltünk az elmúlt évtizedekben, készítenek fel minket a nagy eseményre, illetve próbálják a szálakat összehúzni. Nézzük ezt a levelet, és ezzel fogom befejezni ez az utolsó része a harmadik világháborúval kapcsolatban, melyet úgy kell szítani, hogy kihasználják az Illuminátusok ügynöksége által okozott ellentéteket a politikai cionisták és az iszlám világ vezetői között. A háborút úgy kell lefolytatni, hogy az iszlám és a politikai cionizmus kölcsönösen elpusztítsák egymást, ez a Mohamedán arab világ és Izrael állam. Eközben a többi nemzet, amely ebben a kérdésben ismét megosztott, kénytelen lesz a teljes fizikai, erkölcsi, szellemi és gazdasági kimerülésig harcolni. A többieké. A Föld. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a .hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo! útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo! útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.